Sok szeretettel köszöntöm az RTV 118. adásának nézőit. Elsőként rövid műsorajánlónkat láthatják. Könyvbemutató Székelyhídon. Ismét versenyeztek az érmelléki őszön. Kiállítás nyílt Szentjobbon. Tom Peti és barátai Székelyhídon. Nappali központok nyílnak. A 21. érmelléki ősz első mozzanataként a Városi Múzeumban mutatták be idős Boyer Péter Pál Megtisztult ablakok című kötetét, melyet Holcman Ilona tanárnő méltatott. Könyvbemutatóval kezdődött Székelyhíd háromnapos őszi ünnepség sorozata. Szeptember 25-én a múzeum épületében idősebb Boyer Péter Pál Megtisztult ablakok című legújabb regényét mutatták be. A megjelentek előtt elsőként Holcman Ilona magyar szakos tanárnő méltatta a könyvet. Elmondta, hogy a regény közvetlenül a háború utáni korszakba repíti az olvasót, abba a lélektelen világba, amikor az értelmiségi létben élők is nehéz napokat, éveket, évtizedeket éltek. Ám a szerző nem a szomorúság s a számonkérés hangján szól erről a keserves korszakról, hanem groteszk módon, humorral telítve, így állítva emléket saját szüleinek, akik ekkor indultak el a pedagógusi pályán. Igazából az a különleges, hogy az ihlető, az Arad környéki falu, ahova az író édesapja és édesanyja került fiatal pedagógusként, viszont mivel Boyer Péter Pál különleges szeretettel viszonyul Kágyához, ahol fölnevelkedett, és gyermekkorának boldog időszakát tölthette, azok a helyszínek születnek mégis újjá a regényben, amelyek nekünk, itteni olvasóközönségnek, sőt a nagykágyaiaknak igazából ismerős. A régi iskola épületek, a Pongrácz kastély nagy kertje, a közeli erdő, ahonnan ágat lehetett húzni. Tehát ezek a különleges vidékek köszönnek vissza a regénybe. Idősebb Boyer Péter Pál fizikai korlátai miatt nem tudott jelen lenni, de felesége Elvira bemutatta a könyv szerzőit, aki fizikai nehézségei ellenére is mindig megtalálja az ember közeli témákat, s mint megtudta, ambiciós, realista és a szó jó értelmében vett makacs ember. Kifogyhatatlan ötletekben, kifogyhatatlan optimizmusban és rengeteg fizikai energiája nincs, de szellemi energiája rengeteg. Mi vezérli őt? Mit szeretne továbbadni a társadalomnak önmagából? Hát tulajdonképpen az, hogy sohasem kell föladni, az élet minden helyzetében tudni kell optimistának lenni, és előre vinni az életet, és ez kitűnik az írásaiban is, hogy általában nagyon sok benne a humor, a abszurd dolgokat úgy tud leírni, hogy azt mindenki teljesen úgy érzi, hogy az a realitás, és nagyon kitartó. A könyvbemutatón közreműködtek a Petőfi Sándor Elméleti Liceum 11-es diákjai, akik részletek felolvasásával keltették fel a hallgatóság érdeklődését a könyv irányába. A Megtisztult ablakok című regény korrajzként tárja elénk egy letűnt, zárt világban élő értelmiség nyomorúságos napjait. A könyv üzenete azonban nem az, hogy a háború utáni évtizedekben éhezett, fázott, szenvedett az ember, didergett a lélek és éhezett a szellem is, hanem az, hogy igenis abban a korszakban ilyen nehéz körülmények között is boldog lehetett az ember, mert létezett az emberség, az önzetlenség, a segítőkészség és a bizalommal való egymásra támaszkodás. Kiknek ajánlja olvasmányként ezt a regényt?
Azoknak, akik erről a korszakról nem tudnak semmit, és nem történelem könyvek lapjairól szeretnének értesülni róla, hanem egy kicsit vicces, egy kicsit humoros, néhol itt-ott akár groteszk jelenetek segítségével nyernek bepillantást abba a korszakba, ami a sztálini, posztálini kommunista időszak volt, de itt nem kell politizálásra gondolni, mert ezeknek a fiataloknak igazából az volt az igazi erényük, hogy nagy túlélők voltak, és mindenütt megkeresték azt a lehetőséget, hogy örülhessenek az életnek. Talpig becsületes, munkás, kedvű, elkötelezett fiatal pedagógusokról van szó. Ez regény, és igazából az a különleges benne, hogy szerintem nem feltétlenül nevelő célzattal, némi tanúság természetesen egy jó írásban mindig van, hanem inkább szórakoztató jelleggel született meg. Idősebb Boyer Péter Pál Megtisztult ablakok című regénye a Bihar megyei tanács szociális és közösségi intézményének támogatásával jelent meg. Kvíz és gyermekvetélkedő, foci, paintball, pincemustra és főzőverseny. Ezekben a feladatokban kellett helytállnia annak a hat csapatnak, akik beneveztek az érmeléki összversenyeire. A nyertes kiléte vasárnap várt ismerté, de a harmadik és második helyezettek sem távoztak üres kézzel. A 21. érmeléki ősz keretében szervezett hét próbára 6 csapat nevezett. A megmérettetések mindegyike nagy horderővel bírt, hisz a játékokban résztvevő baráti, munkahelyi vagy lakóközösségekből formálódott csapatok mindegyikének a győzelem volt a célja. Péntek este a strandon ismerkedhettünk meg a csapatokkal, hisz itt kellett előadni a már versenyszámnak számító bemutatkozót. A verseny sorszámok kihúzása után szép sorjában megismerhettük a Kágyai Ászok, a Petőfi, a Szent Miklósi Betyárok, a Gyöngyvirágok, a Nagykágyai Ifik és a Futótűz csapatait. Rövid, verses, zenés, dalos előadás keretében minden versenybe szálló csoport előadta himnuszát, bemutatta tagjait és zászlaját. A bemutatkozásokat egy újabb versenyszám, a Tudásfája követte, ahol műveltségi kérdésekre kellett válaszoljon minden csapat 4 legokosabbnak, legműveltebbnek ítélt tagja. A csapatok igen felkészültnek bizonyultak, a játék végén úgynevezett szétlövéssel kellett eldönteni a sorrendet. Ebben a versenyszámban a Kágyai Ászok lettek a legjobbak, hisz ők minden kérdésre hibátlanul feleltek. A versengés természetesen szombaton is folytatódott. A csepergő eső miatt a csapatok 10 és 14 év közötti tagjait a városi sportcsarnokba várták, hogy ügyességi sportvetélkedő keretében mérettessenek meg. Ekkor a békakeresés, a zsákbaugrás és a staféta versenyszámait követően a Szent Miklósi Betyárok csapata végzett az első helyen. A vetélkedő keretében kispályás labdarúgó torna is szerepelt, melyet a Mindenki mindenkivel után a Futótűz csapat focistái nyertek. Az esti órákban a székelyhídi Sósúti pincesoron folyt a díjmondánom, hisz ekkor rendezték a pincemustra elnevezésű próbát. Minden csapat szépen feldíszített pincékben, finom étkekkel és italokkal, zenészekkel és jó hangulattal várta a zsűrit. Ez egy nagyon nagyszerű rendezvény, nagyon szép, kellemes hangulatot teremtettek valamennyi pincészetben, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen a határon túli önökkel, mint határon túli magyarokkal, és minket a nyugországi magyarokat nagyon is összehozza többek között ez a rendezvény, és még egyszer kérdezhetném hangsúlyozni, hogy valamennyi pincében, ahol lent jártunk, nagyon jó hangulatot teremtettek, látszott az, hogy mindenki kitett úgymond magáért, tehát lehetősége ez mérten, de nagyon szép zenés mulatságokkal is köszöntöttek bennünket. Ez azt gondolom, hogy emelte a pincészetnek és az egész rendezvénynek a hangulatát és színvonalát. Étkek finomok voltak, így a különböző gyümölcspáratok, illetve tehát mind a must, mind a bor az nagyon finom volt valami pincészetben.
Számukra ez különleges volt, de nem ismeretlen, de mégis valami más ízt hozott, illetve mutatott meg számunkra. Tehát nyilván a Tokaj és Eger környékén leginkább nekünk azok a borvidékeink, de ez az a székelyhídi borvilág, bor ízvilág, ez egy, nyilván egy különleges és nagyon finom volt. Mi magyarok vagyunk, szeretjük a bort, és valóban ez egy különleges ízvilág volt, és tehát nagyon finomak voltak ezek a borok is, mindannyiunk örömére szolgált, hogy megízlelhettük ezeket a nagyszerű gyümölcspálatokat. A Pince Mustra versenyszámban a Gyöngyvirágok csapata győzedelmeskedett, akik zenészekkel, táncosokkal, jó hangulattal, finom ételekkel és italukkal vették le a lábukról a zsűri tagjait. Vasárnapra mindössze 2 próba maradt a 7-ből, mégpedig a paintball és a főzőverseny. Az előbbinél minden csapat 6 tagja igyekezett a legjobban célozni, s minél több kék pacát ejteni ellenfeleiken. Ez a próba igen népszerűnek bizonyult, a felspanolt versenyzőkön érezhető volt a felszabadult játék öröme és a versengés tétjének izgalma is. Ebben a versenyszámban a futó tűz tarolt. A főzésben a csapatok minden tagja, ki főszakácsként, ki konyhasegédként, ki kavargatómesterként próbálta a legjobb abbújást megfőzni. Minden csapat bevetette legtitkosabb receptjeit, fűszereit. A főszakácsok hókuszpókként bűvölték a gőzölgő ételeket. Mi a jó abbújás titka? A csapatmunka és a jó alapanyagok. Hát elsősorban az alapanyag. Azon múlik minden. Az, amit mi főztünk. A titok az titok, majd a zsűri elmondja, hogy ízlette. A füstölt csülök, van egy kis füstölt kolbász is benne, bab és az ízesítés. A jó húvajás titka, attól függetlenül, hogy csinálja. Bele kell adni szívet, lelkét az embernek, és akkor utána jó lesz. Itt semmi titok nincs, csak amit én tudok, és azt nem árulom el soha senkinek. Mivel a zsűri minden tagja most adásunkkor is jó egészségnek örvend, így biztos, hogy a gyöngyvirágok gyöngyvirágot nem főztek a babgulyásba, de az biztos, hogy valamivel elbolondították az ételt, hisz a zsűri az ő főztjüket ítélte a legfinomabbnak. A 21. érmellékiősz dobogójának megosztott 3. fokán 25-25 pontot elérve a szentmiklósi betyárok és a kágyai ászok csapata állhatott, 1000-1000 lejt zsebelve be ezzel. Második lett a 30 pontot szerző futótűz, amelynek tagjai 3000 lej jutalomnak örvendhettek, s a dobogó legfelső fokát az összesítésben elért 31 ponttal a gyöngyvirágok hódította meg, bezsebelve az első helyezetnek járó 5000 lejt. A diadalittas csapat vezetőjét még a győzelem mámorában kérdeztük. Fellélegezhet a csapat, sikerült megnyerni a 21. érmelléki összvetélkedőjét. Miben rejlett a csapat ereje, hogy gondolja a csapatkapitány? Hát ez nagyon izgalmas volt, eleinte nagyon nehezen tudtuk a csapatot összehozni. Nagyon összetett volt a csapat, itt voltak gyerekek, felnőttek, fiatalok, idősebbek, hát beleértve az idősebbeket, minket. Aztán hát szinte az utolsó percben tudtuk összehozni az egészet. Péntek este megszületett, úgyhogy hát nagyon örülünk neki. Úgyhogy ezt a nyereményt, ezt azt hiszem, hogy a kirándulásra fogjuk elkölteni, ezt a pénzt. Hogy gondolod, melyik versenyszám sikerült a legjobban a csapatnak? Én úgy gondolom, hogy a bemutatkozás, a csapatbemutató versenyen, ott mi taroltunk a csapatbemutatkozásával, és a pincebuli, szerintem a hangulat, az, ami szuper volt. Jövőre beneveztek a versenyre? Képpen, és én úgy gondolom, hogy jövőre, mivel én a tavaly nem vettem részt benne, és nem tudtam, hogy mi volt a, mivel járt az egész, mert nem voltunk itthol, úgyhogy jövőre még jobban meg tudjuk szervezni ezt az egészet, és még nagyobb csapattal fogunk indulni. Személy szerint 20-25-en voltunk, hát ebben kicsik, nagyok, fiatalok, idősek, úgy összesen... Mi vagyunk a legjobbak! A vetélkedők zsűriére a pártatlan bíráskodás volt jellemző. A különböző versenyszámokat különböző összetételű zsűri bírálta. Az eredményhirdetést követően városunk vezetőjét, Béres Csaba polgármestert egy kis értékelésre kértük. Szerintem egy viszonylag jó rendezvényen vagyunk túl. Örülök annak, hogy sikerült 7 próbát is felállítani a csapatok értékelésére, de hát be is igazolódott, amitől féltünk igazából véve, hogy
ugye mindig csak egy győztes van minimum az első helyen, azért ilyenkor csak egy csapat kerül, és lesznek sértődések, ha már úgy látszik, hogy vannak is, de a játék és a csapat szerintem, és a játék szelleme a legfontosabb. Kicsit csalódott vagyok, már azt gondoltam, hogy több ember fog részt venni ezen a rendezvényen, vagy nem volt jó a kommunikáció, tehát nem hirdettük meg rendesen, vagy ennyire érdektelenek az emberek, ezt nem tudom eldönteni, vagy közbeszólt az időjárás, hát majd erre legközelebb oda kell figyelni. Amúgy szerintem egy nagyon pörgős hétvégén vagyunk túl, ha figyelembe vesszük a betélkedéket, amiket szerveztünk, én úgy gondolom, hogy kohéziós erőként mindenképpen jó hat a településre, hisz azért mondjuk meg őszintén Szemiklósról, Kágyáról, két csapat is arról van szó, meg Székelyhídról, még három csapat bejön és versenyeznek a gyerekek, a focistáink, a szakácsaink és még egy ilyen tudásbeli vetélkedő is van, azért nincs minden nap sem a településen, sem más település életében, és ez jó, hogy megmozgatja a közösséget. Hát most ugye a játék lényeg, meg a versengés feeling az, hogy van győztes, második, harmadik helyzet, és van részvételi oklevél, mint olyan. Hát ezt fel kell tudni dolgozni, menni kell tovább, le kell tenni a csatabárgot. A rendezvénynek a résztvevők mindegyike győztes volt, mert közösséget formáltak, és vidáman, vetélkedve együtt töltöttek el egy hétvégét. Csak azt sajnálhatja, aki távol maradt, s nem vett részt egy fordulatokban gazdag, izgalmakkal teli rendezvényben. A szervezők remélik, hogy jövőre még szélesebb körben több csapat részvételével rendezhetik meg a különböző próbatételeket. Mert a környék legjobb iskolája, belevaló minden tanára, más suliért nem adnám, száz suliért sem adnám. A Szentjobbi református parókián volt megtekinthető vasárnap Horváth Piroska kiállítása, mely a mosolygó festmények nevet viseli. A Szentjobbi református gyülekezet imatermében szeptember 27-én a délelőtti istentiszteletet követően festménykiállítás nyílt. A művek alkotói az a Horváth Piroska, aki az erdélyi Magyar Décsén született, majd Désen és Kolozsváron végzett tanulmányai után 28 évig férjével együtt besztercei pedagógusként irányítója volt a város magyar kulturális életének. Éppen lelkes, közösségépítő tevékenység vezetett oda, hogy 30 évvel ezelőtt a kommunista diktatúra üldözései elől Ausztriába menekült. Irodalmi és képzőművészeti tevékenysége is jelentős. Útleírások, hangos és digitális könyvek, Ausztriától az Egyesült Államokig, 7 országban, több száz kiállított festmény az eddigi mérleg. Tudtuk meg Fábián Tibor lelkipásztor tolmácsolásában, aki a bemutatást követően méltatta a művésznő munkásságát. Az ismerettség még 2007-ből datálódik. Hadadon egy konferencián ismerkedtünk meg Horváth Piroskával, és azóta tulajdonképpen folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Voltak már közös alkalmaink, rendezvényeink Magyarországon, könyvbemutatóval egybekötött festménykiállítás, és nagyon régóta tervezzük azt, szinte meg se tudom már mondani, de legalább 5-6 éve, hogy az éppen soros gyülekezetemben és bemutassuk az ő festményeit. Elhangzott az istentisztelet végén, hogy egy közös munkán is dolgoznak. Erről el lehet-e árulni valamit? Természetes, ez a közös munka már tulajdonképpen néhány tolvonásnyira van a befejezéstől. Egy úgynevezett elektronikus köteten dolgozunk. Ez lesz a 7. elektronikus könyve Piroskának. Szerzőpárost alkotunk. Jómagam, a Gugyerák című glossza sorozatomat adtam ehhez a kötethez, könyvhöz, ő pedig illusztrálja ezeket. Tulajdonképpen már csak az előszó hiányzik ebből a kötetből. Dr. Hermán M. János közös barátunkat kértük fel ennek a megírására, és néhány hét, hogyha minden jól alakul, ha az Úristen megint ránk tekint, így mosolygó kedvében találjuk őt, akkor kiadásra kerül ez a kötet, és az interneten, a világhálón majd olvasható is lesz. Horváth Piroska virágkompozícióin keresztül építi a lelkeket.
10 éve kezébe vett ecsetének vonásai, szépséges harmóniát teremtő impressziók. Földünk erőforrásainak kimélése érdekében alkotásait gyakran hulladékpapírra készíti, így értelmet adva ezzel az eldobott anyagnak. Az ő művészete egyben szolgálat is. Szépíti, világosítja, gyógyítja a bennünk született világfájdalmat. Amikor festek egy képet, akkor meglátom az első virágot, úgy látom, hogy ő visszamosolyog rám. Én visszamosolygok rá, és akkor kölcsönösen mosolygunk, mint amik festem. És ezt én úgy nevezem, hogy energiacsere, ami köztünk létrejön. És ez tart, ez az energiacsere addig, amíg kész a kép, és akkor elvágom azzal a pillanatban akár egy köteget, egy fonal köteget, amint aláírom a képet. A képben maradt az energia fele, a másik bennem. Én folytatom a kép a további festéssel, a következővel az energiacserét, a kép pedig tárolja magában. Ezt én így érzem. És akkor akinek a tulajdonába kerül, kezdi azzal az energiacsere játékot a kép, és ezt nevezem úgy, hogy a képeimnek energiakisugárzása van. És ez az energia ott áramlik, ahol a legnagyobb szükség van rá. Piroska állított már ki orvosi rendelőben, s egyik különleges technikával készített sorozatát a Budapesti Vakok Intézetében is. Fantasztikus élmény volt. Kézbe vették, és itt tapogatták, és elindult a fantázia. Nem látták, mi van rajtuk, elindult a fantáziájuk, és mondták, hogy mit éreznek. Fantasztikus élmény volt nekik is, és nekem is. Épp úgy, mint ahogy élmény volt nekünk is a Szentjobbi találkozás, hisz Piroska pozitív személyiségét megismerni és festményeinek kisugárzását érezni feltöltődés volt minden látogató számára, mely feltöltődés tovább él és játszik festmény és ember között, hisz Piroska mindenkit megajándékozott egy-egy miniatűr alkotásával, így éltetve az energiát és azt a szeretetet és kisugárzást, melyet ő a Jóisten ajándékaként szór szét a világban, Hongkongtól Szentjobbig. Szintén az Érmelléki Ősz keretében látogatott el a legkisebbekhez Szompeti és Csillagszemű, akik a városi strandon szórakoztatták a gyerekeket énekekkel, dalokkal és készségfejlesztő játékokkal. Szombat délben gyermekzsivaj lepte el a székelyhídi termálstrandot. A Babamama kör szervezésében játékos, rajzolós, készségfejlesztős, vidám, kacagós, interaktív nap hirdettetett. A szemerkélő esőben, szüleik kíséretében érkeztek is a csöpnyi fiúk és leányok, hogy a nagyszabású gyermekparti részesei lehessenek. Alig ütött Delet a toronyóra, s a rögtönzött színpaddá alakított teraszon megjelent Tompeti és Csillagszemű, akiket közvetlenségüknek, játékos humoruknak, s nem utolsó sorban vicces kinézetüknek köszönhetően azonnal barátjukká fogadtak a gyermekek. A történetünk 6 évvel ezelőtt kezdődött, akkor alakítottuk meg a zenekart. Nevünk Tompeti és barátai, itt van mellettem Csillagszemű, én pedig Tompeti vagyok, és már 6 éve járjuk az országot, most már országokat is. Romániából, Szlovákiából is többször eljutottunk, és vidám műsorunkkal szeretném megőrendeztetni a kis közönséget, gyereksereget. A zene nyelvén el is indult a közös utazás. A jelmezekbe öltözött gyermekek mind-mind egy nagy felfedező útra indultak, a móka, a játék,
a mozgás s a mese birodalmába. Tompeti és Csillagszemű majd egy órán keresztül kalauzolta a megjelent apróságokat, bejárva egy színes, vidám csodavilág minden kicsi zegzugát. Hosszú időn keresztül nagyon nehéz az apróságok figyelmét lekötni. Hogyan sikerül ezt? Hogy lehet ezt megtanulni? Szerintünk csak zenével nem is lehet, akármilyen jól is játszik valaki, szépen énekel, vagy szépen játszik a hangszerén, ezért kellenek hozzá a jelmezek, különböző érdekes színes kelléket, ami leköti, illetve felkelti az érdeklődésüket és leköti a figyelmüket. Különböző kis vicces betétek, kis interaktív játékok, hát ezzel lehet őket megfogni úgymond, és a figyelmüket meg is tartani, kb. 50-60 percen át. Milyen hangszerek szólalnak meg az előadásban? Egy afrikai és arab dob segít a dobokkal, de van ezen kívül furulya, szájharmonika, csörgő és tikfa, tojás, és az alaphangszer az pedig a gitár, mert hogy az énekes kezében egy gitár van végig, elejétől a végig is, és ő az ezzel aláfestő zenét játszik, miközben énekel, vagy éppen szövegel a gyerekeknek. Mindig sikerül megnyitni a gyerekeket, partnerek az előadás során? Szerencsére mondhatom azt, hogy igen, tehát ha az elején még nem is úgy látszik, úgy néz ki a dolog, hogy sikerül őket magunkkal ragadnunk, de a végére szerintem mindenki feloldódik, és átszellemül, és átadja magát a játéknak, és elfelejtik. Mindent elfelejtenek addig, és csak a zenére, meg a közös munkára koncentrálnak. A képzeletbeli utazásra minden gyermek váltott jegyet. Együtt énekeltek, táncoltak, ugrándoztak a jelmezekbe bújt emberpalánták. Vidám, jókedvű, és nem utolsó sorban tanítgató dalocskák gondoskodtak a felejthetetlen percekről. Van egy civil foglalkozásotok, és mi az? Ha lenne, se árulnánk el, tehát főleg ezzel foglalkozunk. Amúgy tényleg így indult a zenekar, hogy egy évet feltettünk rá, hogy mindegy, hogy mi történik, csak ezzel foglalkozunk, és olyan jól sikerült, hogy utána már tényleg nem is kellett mással foglalkoznunk. Amíg az apróságok Tompetiékkel játszottak, szüleik Koroknai Né Székelyhídi Margó egészségtanácsadásán vehettek részt. Így a gyermekek sok-sok vidám élménnyel és dalocskával, a szülők pedig hasznos tanácsokkal térhettek haza. Egy 2011-ben indult pályázatnak köszönhetően 4 olyan nappali központ épült fel Székelyhíd falvaiban, ahol a gyerekek iskola utáni foglalkoztatása fog zajlani. Az elmúlt hétvégén a Nagykágyai központot avatták fel. Szeptember 26-án szombaton ünnepélyes átadó keretében került sor a Nagykágyai nappali központ épületének felavatására. Az eseményen jelen volt Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere, Szabó Ödön parlamenti képviselő, illetve Szoboszlai Erzsébet, a Diakóniai Alapítvány Bihar megyei képviselője. Elmondta a polgármester úr, hogy hosszú és rögös út vezetett ahhoz, hogy ezek az épületek átadásra kerüljenek, de mégis felépült 4 itt Székelyhídon. Egy kicsit ennek a történetéről, hogyha mesélne. Amikor megláttuk a kiírást 2010-ben, hogy milyen kiírást támogat igazából az Európai Unió, akkor rögtön elhatároztuk, hogy minden egyes településre, ami Székelyhídhoz tartozik, leadunk egy pályázatot. Így is történt, elkészítettünk egy tervet, az önkormányzat tulajdonában lévő telkekre megpróbáltuk ezeket betervezni, Csokajra, Nagykágyára, Hegyköszönt Miklósra, Érolasz és Érköbölkútra is, és mi benyújtottunk az Európai Unióhoz 5 darab pályázatot. Majd kijöttek, és azt mondták, hogy ilyen létezhetetlen, 5-öt nem lehet nyerni, mi az a Székelyhíd, hogy ilyen pályázatot lead ebbe az alapból, meg ennyit. És kijött egy bukaresti delegáció, és mi elmondtuk, hogy mi nem tudunk felmenni ennyi embert, mert amúgy se lehet, ugye akkor nem lehetett, ez már 11-ben volt. De van egy olyan koncepciónk, hogy minden egyes ilyen helyre együttműködési megállapodást kötünk különböző alapítványokkal, mint például a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, a Ruham Alapítvány és a Diakóni Alapítvány, hogyha mi ezt megépítjük, akkor ők ezt üzemeltetik. Annyira tetszett a bukaresti hölgynek, aki kijött kontrollba, maga a helyszín, meg felvázoltuk a szociális problémáinkat számszerűen statisztikai adatokkal alátámasztva, hogy igazából úgy jött, hogy az 5 projektből egyet hagyjon,
és négyet levágjon, de végül négyet hagyott, és egyet vágott le, éről a szit. Ott azt mondta, olyan kevés a gyerek, meg olyan kicsi a település, hogy nem indokolt az ötödik megépítése, és megjelent egy kormány határozat, amiben egész országos szinten 10 ilyen szociális központ megépítését támogattak, és abból 4 székelyhídi volt, hát erre külön büszkék voltunk, innen indult. És akkor itt a hosszú és rögös út az pedig arról szól, hogy amikor a közbeszerzési eljárást elindítottuk, megnyerték a cégek, elindult a kivitelezés, nem volt a minisztériumban ezekben az alapokban pénz. És nem volt pénz, a cégek nem dolgoztak. Egyértelmű, hogy nagyon sok cég mentünk, tönkre ment, akik hatalmas adósságokat halmoztak fel különböző projektöken keresztül, ők megmondták, hogy ameddig nincs elszámolva az utolsó dekont, tehát az elszámolás nincs kifizetve, addig ők nem tudnak dolgozni, és akkor elindultak ezek a igazából több éves, nagyon lassú folyamatok, hogy kicsit dolgoztak, vártak egy fél évet, volt, amikor egy évet kellett várni, hogy kifizessék, és aztán megint dolgoztak egy kicsit. És persze, mint hogy a Székelyhídon szokott lenni, illetve a hozzátartozó településeken, mindenki elkönyvelte, hogy ebből lesz semmi. Ugye nem csak, hogy a 15. év, ugye a 2015-ös év, december 31-ig minden egyes projektet, amit uniós finanszírozásról Románia le kell zárni, ami el van indítva és ki van licitálva, ezért ezeket is le kell zárni, és akkor az idén már elindult egy ilyen pozitív folyamat, hogy feltöltötték az alapot, és ezt látványosan hónapról hónapra építették és fejezték be. A több hónapos húzavona után most már mind a 4 épület a befejezés fázisába érkezett, amibe beleértendő az is, hogy többségükben már csak a felszerelések és eszközök beszerzése és üzembe helyezése van hátra. Ha mindezek megtörténtek, a diákok birtokukba vehetik az épületeket, hiszen nem más célja van ezeknek, mint az, hogy azoknak a gyerekeknek a felzárkóztatását segítse, akikkel otthon csak keveset vagy egyáltalán nem tudnak foglalkozni a szüleik. De városunk polgármestere más felhasználási lehetőséget is lát az épületekben. Én úgy gondolom, hogy ezáltal a Székelyhíd nem csak a szociális projekteknek az egy nagyon szép otthon, hanem az a négy fal, ami ebből a megvalósításból kapott, egy új önkormányzati épületet kapott, hisz terveim között szerepel az, hogy rotációs rendszerbe fogadóórákat tartsak ebbe az épületbe, hogy ne jöjjön be Székelyhídra a vidéki ember a problémáival, mert az neki egy napot igénybe vesz, egyrészt, másrészt pedig az idősebb embereket sokkal jobb, hogyha a saját lakásokon nagyon közel kérdezzük meg. Az átadó ünnepségen mondott beszédében Szabó Ödön parlamenti képviselő felhívta mindenki figyelmét arra, hogy mivel nem nagy épületekről és nem nagy összegű beruházásról van szó, hajlamosak vagyunk kicsinek és kevésnek látni a nappali központ létrejöttét, annak ellenére, hogy a szociális felzárkóztatás a mai világban igenis fontos. Én azt gondolom, hogy egyrészt arra kell büszkének lenni, hogy összesen Bihar megyében 5 ilyen intézmény jön létre, ilyen épületet építettek, és ebből 4 Székelyhídon. Ami azt jelenti, hogy Székelyhíd városában azoknak az embereknek a sorsára, akik valamilyen formában nem rendelkeznek megfelelő lehetőséggel, hogy közösségi terekben megfelelő szinten összegyűjjenek, akár beszélgessenek, vagy számukra, vagy gyerekeik számára programot szervezzenek, meg sikerült szerezni azokat a forrásokat, amelyek biztosították, hogy egy ilyen infrastruktúrát létrehozzunk. Másik nagyon fontos dolog, hogy itt azért legyünk őszinték, nagyon nehéz olyan helyzeteket elképzelni, amikor egy közösségen belül reggeltől estig távol van a szülő, és esetleg nem rendelkezik megfelelő időkerettel az édesapa vagy édesanya, hogy le tudjon ülni a gyereke mellé tanulni. És ebben a történetben az, hogy a Diakónia Alapítvánnyal az infrastruktúrát kihasználva, mire hisz erre született ez az infrastruktúra, most itt lassan közel 30 gyerek el tud jönni az iskolából, meg tudja tanulni a leckéjét, felügyelt körülmények között, kap egy meleg ebédet, és úgy tud hazamenni a szülő este, hogy nyugodtan, nem görcsbe, megcsinálta, nem csinálta, evett, nem evett, ki foglalkozott vele. Azt gondolom, ez egy óriási segítség, hisz ez egy olyan terhet vesz le a szülők válláról, amelyeknek a megoldására nem biztos, hogy rendelkeztek elegendő ötlettel, lehetőséggel, hisz mindenki szeretné, hogyha a gyerekének megfelelő körülmények
eseményeket tudnak teremteni. De reggeltől estig rohangálunk, és hogyha nincsenek meg azok a körülmények, ha az intézményi keretek, az iskola, az oktatási hálózatunk jelenlegi formája ezt nem tudja biztosítani, akkor szükségmegoldásokat kell találni. És erre a szükségmegoldásra egy nagyon jó válasz az, amit ma Kágyán válaszként megszületett, és pedig az, hogy a gyerekeknek egy délutáni foglalkoztatásra, egy meleg étellel egy lehetőséget adjanak arra, hogy másnap úgy menjenek az iskolába, hogy valaki azért segített nekik ebben az iskolai felkészültségben. Az épületek üzemeltetése a város polgármesteri hivatalának és a Diakónia Alapítványnak az együttműködési megállapodásával valósul meg. Ennek köszönhetően képzett pedagógusok foglalkoznak majd délutánonként a lemaradott gyerekek felzárkóztatásával. Hétfőn délelőtt rendkívüli tanácsülésre gyűltek össze Székelyhíd város vezetői a Vállalkozás Fejlesztési Központban. Béres Attila gyűlésvezető, miután ismertette a három napirendi pontot, átadta a szót a Szelina vezetőinek, akik a Nagykágyai Szakiskola jelenlegi helyzetéről számoltak be. Elmondásuk szerint a munkálatok mintegy 40%-án túl vannak, és a folytatásra is készen állnak, ha az anyagi viszonyok rendeződnek. Tanácsosaink első napirendi pontként három tartózkodás mellett elfogadták egy újabb kölcsönfelvételét az eddigi munkálatok kifizetésére. Megtörtént Érolasziban a kultúrház és a mellette lévő mintegy 2 hektáros földterület, valamint az iskola udvarának felértékelése. Mindenki igennel szavazott arról, hogy megkezdik a tulajdonossal a tárgyalásokat ezen területek megvételéről. Végül az elektromos művek kérése került a tanácsosok elé. Föld alatti kábel vezetésére kértek engedélyt közterületeken. Ezt természetesen meg is kapták, azzal a feltétellel, hogy aszfaltot nem vághatnak át és az okozott károkat helyrehozzák. Székelyhídon az érmelléki ősz keretében tartották a hagyományos szüreti mulatságot. Kicsit szemerkélő esőben a vidám szüreti bálos csapat lóerőkkel felvértezve traktorral indult az utcai felvonulásra. A feltűnő menet bejárta az egész várost, így hívogatva a lakosokat az esti szüreti bálba. A kisbíró minden megállónál felolvasta hirdetményét, viccesen, pellengérre állítva a város ügyes-bajos dolgait. És ha netán a jólétől unatkoznak, se nem volna mit tenni, utazzanak Dubájban, hisz az ma a trendi. Okidőt idén Székelyhídnak prémje, állítólag fellendik majd minket az arabok prémje. A város minden jelentősebb helyén, ahol összesereglettek a lakosok, megállt a díszes csapat és előadta táncaikat. A hagyományos szüreti bál este 9 órakor vette kezdetét a sörkertben, ahol szőlőfürtök és almák kandikáltak a faágak közül, így kínálgatva magukat a tolvajoknak. Az idei szüreti mulatságon Pontos József és Boldog Mircsa szolgáltatta a talpalávalót. Ilyenkor ősszel az érmellék településein mindenütt felpesdül az élet, hiszen kezdődik az év egyik legfontosabb eseménye, a szüret. Szeptember 26-án, szombaton, Fazekas Zoltán főszervezésében rendezték meg Csokajon a szüreti mulatságot, mely esemény a betakarítás, a szüret végét jelzi. 11 párt sikerült összeszedni, 22 ember, elég könnyen mentek a próbák,
viszonylag, kisebb-nagyobb nehézségekkel, de végén sikerült összehozzuk ezt a születi bált. A faluban, ahogy felléptetek, körbe mentetek, hogyan fogadtak? Kijöttek az emberek? Hát kijöttek, igen, csak az eső az megnehezítette a dolgunkat a mai nap folyamán, de sikerült elinduljunk egy csendesebb időpontban, mikor nem esett az eső, és akkor voltak kint igen a faluban emberek, akik megnézték a táncunkat, amiket legyakoroltunk. Harangba abba egy meglepetést rejtettünk el, amit licitre fogunk kisorsolni. Aki a legnagyobb licitet, legnagyobb összeget adja, az fogja megkapni a harangot. Emellett van egy szívküldés, amit majd a bál királynő fog megkapni. Egy torta a főnyereménye. A szüret valódi ünnepszámba megy a falu életében, fiataltól idősig kiki a maga módján készül, gondosan vigyázva arra, hogy őrizze a szülőktől, nagyszülőktől örökölt hagyományokat. A hajdan szebb napokat is látott papszász kúrja adott otthont a csokai szüreti bálnak, a fiatalok a lehetőségekhez mérten szépen kitakarították a nagy termet, szőlőfürtökkel és veszőkkel díszítették, gondosan előkészítették az esti mulatságra. Érkeztek is szép számmal a szórakozni vágyók, volt harangárverés, szívküldi vásárlás és bálkirálynő választás is. A legtöbb szívküldit a diószegi Nagy Krisztinának vásárolták, ezzel ő nyerte el az idei csokai szüreti bál szépe címet. Jó hangulatban közel 200-an hajnalig ropták a táncot a buli szerviz zenéjére. Szeptember 21-én szombaton a Székelyhídi Önkormányzat és a hollandiai Móder Tereza Alapítvány támogatásával újabb lakóházakat adtak át a Szent Miklósi roma családoknak. A legújabb projekt keretén belül 4 ház 8 lakrészsel került átadásra, így összesen 16 ház áll már a kiválasztott roma családok rendelkezésére. Adásunk végén köszönöm a figyelmüket, jövő hét pénteken, ahogy azt már megszokhatták, új adásra jelentkezünk. Addig is a viszontlátásra!